Újra üdvözlöm Önöket! Ott hagytuk abba az előző feladatban, hogy foglalkoztunk az objektumokkal, és az objektumokat abban a bizonyos érettségi feladatban, amelyet meg kellett oldanunk, be kellett helyeznünk megfelelő módon a szövegbe. Ezek most jelen esetben képek voltak, amelyek a költők képei, és ezeket elhelyeztük. Na most, ha visszamegyünk abba a bizonyos oktatóanyagba, amelyet már láttunk, ebben is megtalálhatók az objektumok és az objektumoknak a leírása. Az előbb egy fájlból mutattam meg, tehát van egy objektum kezelés bemutató dokumentum fájl, amelyben bemutattam az objektumok típusait, és bemutattam azokat a műveleteket, amelyek segítségével lehet egyáltalán az objektumokat kezelni. Amire nem helyeztem hangsúlyt, az itt következik, hogy a szövegben hogyan lehet elhelyezni magát a dokumentumot. Hát ha használtuk ezt a műveletet, mert a képeket elhelyeztük, és én itt négyzetes elrendezést használtam, de lehetne másfajta elrendezést használni, hát lehetne körbefuttatást, egyszerű beillesztést, egymásra helyezést, nagyon sokféle lehetőség van. Az objektumok nem csak képek lehetnek, hanem lehetnek grafikák, rajzok, mint ahogy azt láttuk, és ugye amikor az objektum aktív, akkor lehet átméretezni, és lehet torzítani is, tehát azt is meg lehet tenni vele, hogy nem egyenlő mértékben méretezem az egyik oldalát, hogyha az oldalaknál lévő nyelek mentén méretezem, akkor torzítom, hogyha átlós irányban lévő nyeleknél méretezem, akkor tehát itt, akkor megtartja a méretarányt a méretezés. Az új verzióban itt még megjelenik az objektum fölött egy kis karika, amely karika segítségével el lehet forgatni az objektumot. Azt is láttuk, hogy a kép, illetve minden objektum a bekezdéshez van lehorgonyozva. Tűzöl pozíciójában jelenik meg, sortávolság, képmagasságú, igazítható. Ez még a 2003-as verzióban van így, hogy a formátum menü kép almenüjében lehet elérni. Viszont ez az ablak, ez ugyanaz az ablak, amely az új verzióban is benne van. Ezek lesznek azok a körbefuttatás típusok, stílusok a szöveggel szigorúan egy sorban, ilyenkor nem enged mellé szöveget. A négyzetesén ezt választottam, a szorosabb teljesen körbeli, öleli, amennyire csak lehetséges az objektum körvonalát. Sőt, hát egyébként lehetne olyat is csinálni, majd itt van egy speciális gomb, hogy egyéni, nem négyszög alakú, szabályos négyszög alakú körvonalat készíteni az objektumnak, hanem sokszög kijelölést, vagy sokszög határvonalat adni neki. Lehetne a szöveg mögé esetet választani, ezzel vigyázzunk, mert hogyha nem érjük el az objektum jeleket, egyszer betettük a szöveg mögé az objektumot, és utána nem tudunk rákattintani, akkor nem tudjuk előhozni, akkor az ott rekedt a szöveg mögött. Szöveg elé, ez egyértelmű, és még mondtam, hogy a speciálisban vannak még egyéb lehetőségek is. A rajzolás, ez a rajzolás eszköztár, ez a 2003-asban van. Az új verzióban ez gyakorlatilag megfelel annak, ami a beszúrás és ott az objektumok, a különböző objektum típusok láthatók. Én abban a fájlban, ahol az objektumokat bemutattam, ugye ebből a sorrendben vettem őket sorba, hogy vonal, nyíl, négyszög, ellipszis, szövegdoboz, word art, és ugye itt van az a bizonyos szervezeti diagram, ami nagyon sokat változtattak most az új verzióban. Kép beépített Office gyűjteményből és fájlból. És itt jönnek a hozzátartozó tulajdonságok, amelyek az új verzióban ugyanazon a formázó szallag részen érhetőek el. Hívjuk be újra ezt a felsorolások állományt, amelyet már
használtunk, felsorolások megold, ez a megoldások a mappában található, a mappában a lemezen. És most egy kicsit más technikát használjunk, és minden egyes felsorolás, ugye ezt lehet látni, hogy ez egy valójában többszintű felsorolás, és azt mondom, hogy minden egyes felsorolás elem esetén most én egy más technikát fogok használni. Nézzük mit. Hát, hogyha kiválasztom ezt a lehetőséget, akkor itt lehetne ugye új számformátumot megadni, és azt lehetne mondani neki, hogy ez legyen mondjuk ilyen. Tehát akár mindegyik lehetne más formázás. Na most mi a különbség a kettő között? Hát az egy szimbólum, ez viszont egy felsorolás van. Ezt honnan látom én? Úgy, hogy megjelent a tabulátor. Ha én most csak ezt jelölöm ki, és azt mondom, hogy ABC, akkor átalakul. Tehát nagyon nagy különbség van ilyen módon a tényleges felsorolás és a különböző szimbólumok között. Na most nézzük csak meg, hogy mi az a szimbólum. Hát, hogyha én ide bemegyek, és azt mondom, hogy meghívom ezt a szimbólumot, további szimbólumok, és itt a szimból. De ha azt mondom, hogy szeretnék valami különlegesebbet, akkor a Windows-be megyek, és a Windows-be állítom ezt be. És hát ugye, ahogy azt tanultuk, formátum másolóval ezt rá lehet másolni. Ha ügyesen csináltam, persze. Sőt, itt nem csak formátum másolók, bocsánat, itt nekem be kell illesztenem, mert ki kell cserélnem a magát az objektumot, tehát ki kell cserélnem magát. És ez nagyon fontos, ugye, hogy na most objektumként viselkedik-e vagy nem? Nem. Tehát ő nem objektum, viszont abban az esetben, ha én azt mondom, hogy ő legyen iniciálé, akkor nézzük meg, mi történik, akkor már ez az elem objektumként fog viselkedni. Objektumként fog viselkedni. Tehát egy karaktert, ami egy ilyen különleges betűtípusból keletkezett, azt én objektummal tudom alakítani. Ez igaz bármilyen karakterre, tehát hogyha én ezt a karaktert. Na most az hogy lehet, ugye? Hát az a felsorolás eleme, és ha azt mondom, hogy ő legyen iniciálé, akkor mi történik? Akkor a felsorolás elemet nem, csak az első karaktert emeli ki. Tehát vigyáznunk kell, hogy miről van szó, tehát az első karaktert fogja kiemelni. Jó, milyen lehetőségek vannak még itt? Beszéltünk a Smart Art-ról, ami az előbb látott szervezeti diagramnak felel meg a régi verzióban. Képernyő képet is lehet készíteni, amellyel az ember, most ez nem aktív, amellyel lefotózom, de az egyébként a print screen-nel csináljunk egy ilyet, ha már mondtam. Print screen billentyűt megnyomom, és utána Ctrl-V-vel beillesztem, akkor csináltam egy képernyőképet, és ezt a képernyőképet ezt meg lehet vágni, tehát ennek a tulajdonságait megnézem, akkor körbe lehet vágni. Le tudom vágni azokat a részeit, amelyekre mondjuk nincsen szükségem. Ez mondjuk képeknél is megy, tehát mondjuk egy fotóról bizonyos részeket le akarok vágni, akkor ez ugyanúgy működik, mint amit most csináltam. Mi van még itt, amiről nem beszéltünk? A táblázatról nem beszéltem, de az egy teljesen külön téma lesz, úgyhogy azt külön fogom ismertetni. A kész modulokat nézzük még meg. Kész szöveg, nem túl sok minden van benne, építőelem, szervező, kijelölt, részmentése, ez sem talán. Az objektumban, ha megnézzük, rengeteg objektum hívható be. Tehát ő fölismeri, hogy milyen Microsoft és egyéb programok vannak telepítve
a gépen, és azon mondjuk azt mondom, hogy Excel munkalap, akkor ő meg fog hívni egy Excel munkalapot. Na most, mi a különbség az ilyen módon létrehozott Excel munkalap, és hogyha én egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel kimásolok egy területet a Excelből, ezt az egyik egy sima átmásolás tulajdonképpen, ez viszont beágyazás, tehát ez mindig meghívja az úgynevezett beágyazott programot, tehát ez folyton itt van ebben az állományban tárolva, és hogyha én itt elkezdek számolni, akkor is ide írhatok egy szumma függvényt, akkor azt mondom, hogy a szum, akkor ő ezt észre fogja venni, hogy a mellette lévő két számot összegzem, és akkor és ehhez nem kellett nekem létrehozni egy Excel állományt, ez beágyazottan a Word dokumentumban benne van. Na nézzünk még mondjuk a képekre itt vonatkozóan valamit. Az objektumokat egymásba is lehet ágyazni. Hát, hogy is van ez? Itt van egy szövegdoboz, és a szövegdobozon belül van egy kép. Nézzük csak meg, mi történt. Azt mondom, hogy létrehozok egy új szövegdobozt, és ebbe a szövegdobozba be fogok ágyazni valamilyen egyéb objektumot. Ez most ne szöveg legyen, hanem beszúrok bele egy ilyen smart ábrát. Igen. Most nem igazán sikerült, mert ez független. Próbáljuk meg. A régi verzióban ez így működött, most már mindjárt meglátjuk, hogy itt hogy lesz. Ctrl-X, és ide megpróbálom őt betenni. Igen, most már benne van. Tehát most belül van egy Venn diagram gyakorlatilag, egy ilyen Venn diagram, amelynek az elemei innen közvetlenül így nem érhetők el. Tehát akkor onnan ki kell venni, és akkor tudom csak elemenként kezelni. És ő benne van egy szövegdobozba, ami azt jelenti, hogy alá-aláírásokat tudnék tenni. Tehát ide kattintok egy fülzónyulat, akkor ide tudok beleírni. Igen, mondjuk középre igazítva a szöveget. Vegyük észre a következő jellemzőket. Abban az esetben, hogyha én elkezdem méretezni a külső szövegdobozt, a belső objektum az nem méreteződik át, az megtartja eredeti méretét. Másrészt, hogyha én ezt most kiemelem innen, mondjuk csak Ctrl-C-vel, és ide behajtom, akkor azt látjuk, hogy ezt most már nem tudom elérni, a részleteit nem tudom elérni, tehát az egyes diagram elemeket nem tudom elérni és formázni, ő egy egységet képező képé alakult át. Még abban az esetben, ugye, hogyha egy újat érek, akkor itt minden elem szabadon formázható. Nézzük meg. Ugye el tudom érni, és azt mondom, hogy ő neki lehetne mondjuk térhatása. Igen. És így tovább. Még itt nem. Tehát azzal, hogy én ezt behelyeztem egy szövegdobozba, azzal az objektum viselkedési módja megváltozott. Végezetül lássunk egy példát, mondjuk az internetről letöltött állomány megfelelő módon történő képállomány elhelyezésére. Ehhez bemegyek a Google-nek a képkeresőjébe, és mondjuk beírom, hogy Microsoft Word 2010, és kapok a lehetően megfelelő képeket, és ezen képek közül kiválasztok mondjuk egyet, és ezt a képet, ezt két lehetőség van, vagy lementem, vagy egyszerűen csak lemásolom. Én most ezt lementem, mondjuk célszerűen az asztalra fogom ezt menteni,
Vagy persze tehetem, azt is megtehetem, tegyük azt, hogy lementem a mappába, ahol ezek a forrásállományok vannak, és akkor oda elhelyezem. Igen, és akkor azt mondjuk, hogy image jpg. És onnan fogom ezt elolvasni a megfelelő helyre, abba a bizonyos ebbe a állományba. Azt mondom, hogy ez egy kép a megadott helyről. Lehetne más módszer, majd megnézzük, hogy mi a különbség egyébként. Igen, és akkor igen, és egy jpg állománynak kellene lennie. Ő eredendően ezt nem látja, ezért nekünk azt kell mondani, hogy lássa. Na most, hát ez így nem fog menni. Ő nem tudja, nyilván, mert ő szövegfájt szeretne beolvasni. Hát akkor itt kell menni abba a bizonyos képbe, és akkor itt már látja a képfájlokat. Tehát beszórás kép, és kikeresem. Látja ezt az egy darab képfájt, be is tette ebbe a helyre, ebbe a pozícióba, tehát innentől is működik, de egyébként úgy is menne, csak mondom, hogyha nem járok el ilyen körülményesen, hanem a megadott helyről egyszerűen azt mondom neki, hogy jobb gomb másolás, vagy pedig Ctrl-C,